Sóstón napfürdőztek a strandolók a hétvégén, az erős napsütésben volt, aki az árnyékba húzódott, de olyanok is akadtak, akik nem kerestek menedéket a tűző nap elől. Ők a leégést, a bőröregedést és a bőrrák kialakulását kockáztatták, ha csak nem használtak magas faktorszámú naptejet, ami viszont a D-vitamin előállításához szükséges UVB-sugarakat is blokkolja. Mivel ezek az UVA-sugárzástól is védenek, illetve az UVB-től, és ez maga a napfénynek ez a sugárzás fogja a D-vitamin kialakulását elősegíteni. Természetesen lassabb lesz a folyamat, de így is lehet fedezni, hiszen ilyenkor kellően magas a napsütéses órák száma. A D-vitamin egyik legfontosabb szerepe a szervezetünkben, hogy szabályozza a kálciumháztartást, így többek között hatással van a csontok, a fogak és az izmok épségének megőrzésében is, mondta el a gyógyszerész. A D-vitamint a szervezet saját maga állítja elő, melyhez mindössze arra van szükség, hogy a szabadban, napfényben tartózkodjunk. A nyári időszakban szerencsére a D-vitamin szükségletünket a napsütés tudja fedezni, egy olyan 15-20 percet, hogyha tartózkodunk a szabadban, ez elegendő lehet. Ugyanakkor az ennél hosszabb időtartam esetén már a napvédők használata javalt, hiszen ilyenkor az UVA és az UVB sugárzás hatására a bőröregedés is beindul, illetve különböző káros anyagok keletkeznek a szervezetbe. Ennek lesz a következménye az, hogy bepirosodik a bőr, leégünk, és ennek a megelőzésére a napozók használata javalt. A D-vitamin hiánya számos betegség kialakulásában közrejátszhat, tette hozzá Nagy Zsombor. Nem csak az immunrendszer működésére gyakorol negatív hatást az alacsony vitaminszint, hanem nagy szerepe van a csontritkulás kialakulásában, illetve befolyásolhatja többek között a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, valamint a cukorbetegséget és az asztmát is.